Üdvözlök mindenkit, én Geri vagyok, ez pedig itt a Top Listák. A mai videóban 10 hátborzongató, kísértetjártának vélt utat fogok bemutatni nektek, amelyek egyes elmondások szerint bővelkednek a természet feletti dolgokban. Természetesen egy kivilágítatlan út, utca vagy útszakasz kísértetek nélkül is hátborzongató lehet az éjszaka közepén, vagy éppen egy ködös hajnalon, de mi van akkor, ha egy út nem csak rémisztő, hanem kísértetjárta is? Nyilván ez is emberfüggő, hiszen megint eljutottunk oda, hogy aki hiszi, az hiszi, aki meg nem hiszi, az nem hiszi, ám az általam listába szedett utak, ha nem is feltétlenül kísértetjárták, de a különféle legendáknak köszönhetően, ha látszatra nem is, de bőven elég rémisztőek. 10. Morrow Road. Az Amerikai Egyesült Államok Michigan államában található egy kétsávos, helyenként fákkal szegélyezett, a képeken kissé bajós hangulatot árasztó út, mely a Morrow Road névre hallgat, és ami egyes elmondások szerint kísértet járta. Valójában maga az út nagyjából 4 km hosszan fut, és a legendákkal ellentétben közel sem tűnik olyan félelmetesnek és hátborzongatónak, mint kellene, ám ez a tényeken állítólag nem igazán változtat. A legenda szerint az 1800-as évek vége felé egy anyuka az otthonukból elkóborolt kisfiát kereste a környéken, mikor sajnos valamilyen úton módon életét vesztette. Egyesek szerint az anyuka saját kezével vetett véget az életének, és a szelleme mind a mai napig az elveszett kisfiát keresi. Az elmondások szerint többen is látták már a szellemét az úton, illetve annak környékén, sőt voltak, akik hallották is őt, plusz az elveszett gyermekének sírását is, ám vannak ennél sokkal rémisztőbb sztorik is, melyikben az állítólagos kísértet nem csak megjelent, de üldözőbe is vette az éppen arra járókat. 9. Archer Avenue. Nos, az ijesztő temetős videómban szerepelt egy az Amerikai Egyesült Államok Illinois államában, azon belül is Chicagóban található feltámadás nevet viselő temető, amely nagy megdöbbenésemre a kísértetjártának tartott Archer Avenue nevet viselő út mentén található. A legenda és a beszámolók szerint ezen az úton szokott felbukkanni egy feltámadás Mary nevet viselő fiatal hölgy, aki stopposként fuvart remél az arra járóktól, és akinek az állítások szerint a feltámadás temetőhöz érve mindig nyom a vész. A lány, ha minden igaz, egy cserbenhagyásos gázolásnak az áldozata lett, és a feltámadás temetőben lett eltemetve, így sokak szerint ezért bukkangat fel a környéken. Mivel az Archer Avenue mentén több temető, illetve templom is található, ezért nem Mary szelleme az egyetlen, aki az út mentén kísért, ugyanis számoltak már be különféle lovak szellemeiről, illetve az elmondások szerint az egyik helyi templomban is csak úgy nyüzsögnek a kísértetek. 8. Kelly Road. Maradunk az államokon belül, és ellátogatunk Pennsylvania államba, ahol található egy erdőségekkel szegélyezett út, melyet Kelly Roadnak hívnak, és ahol nem meglepő, vagy éppen meglepő módon igen furcsa dolgok történnek. Többen is beszámoltak már arról, hogy egyébként nyugodt állatok meg kiskedvencek egyszerűen megvadulnak, mikor az út egy bizonyos szakaszára tévednek. Ilyenkor az állatok teljesen kikelnek magukból, és üldözőbe veszik az arrajárókat, vagy éppen a hangoskodásukkal nem hagyják pihenni a közelben lakókat. Mindezek mellett időnként egy Mystery Mile névre hallgató kísértet is feltűnik az említett útszakaszon, amit sokan az egykori őslakosok átkának vélnek, ám természetesen előfordulnak más furcsaságok is. 7. A 229. Ugorjunk át egy kicsit Angliába, és látogassunk el az A229-es útra, melyet szerény véleményem szerint egy meglehetősen szép táj vesz körül, és ahol egyes emberek elmondása szerint egy kísértet rémisztgeti az arra járókat. Az állítások szerint 1992-ben egy férfi éppen az A229-es úton vezetett, mikor az elmondása szerint váratlanul egy fehér ruhás, gyönyörű szemű lány váratlanul az autója elé lépett és eltűnt. A megrémült férfi azt hitte, hogy elütötte a figyelmetlen lányzót, így gyorsan megállt, kipattant az autóból és a kocsi alá nézett. Nos, nagy meglepetésére nem talált bizonyítékot arra, hogy bárkit is elütött volna, ám ennek ellenére biztos volt abban, hogy látott valakit vagy valamit.
A helyi rendőrök számára ez a történet egyáltalán nem megdöbbentő, ugyanis meglehetősen sokan számolnak be az említett leányzó szelleméről, aki az autósok elé lépked. Amúgy az elmondások szerint a szellem egy az esküvője napján autóbalesetben elhunyt leányzónak a szelleme lehet. 6. A 75. Ha már az előbb Angliában jártunk, akkor kukkancsunk át egy kicsit Skóciába, méghozzá a sokak által kísértett útnak nevezett A75-ös útra, ahol a beszámolók szerint számos paranormális és egyben igencsak furcsa dolog történik. A hosszú évek során többen is beszámoltak arról, hogy az úton haladva váratlanul egy bizonyos alak, olykor egy nő, máskor egy férfi, sőt olyan is előfordult, hogy egy idős asszony jelent meg előttük az úton, majd mikor bekövetkezett volna a baleset, ezek a személyek váratlanul eltűntek. 1962-ben egy igen különös eset történt méghozzá két testvérrel, akik az úton haladva először egy az autójuk szélvédője felé repülő, majd eltűnő nagy fehér madarat pillantottak meg, ezután következett egy az út közepén futkosó, furcsa mozdulatokat végző öregasszony, majd jöttek a nagyméretű macskák, a vad kinézetű kutyák, meg mindenféle fura alakok, és higgyétek el, nálam jobban senki sem hisz ezekben a kísértetes dolgokban, de erre csak annyit tudok mondani, hogy a drog rossz. Ennek ellenére gondolom az utat nem véletlenül tartják Skócia legkísértett jártább útjának. 5. Boy Scout Lane. Íme ismét az Amerikai Egyesült Államokban, azon belül is Wisconsin államban járunk, ahol található egy Boy Scout Lane névre hallgató erdei utacska, melyen és melynek környékén szintén jelen van a természet feletti. A legenda szerint az 1950-es, 60-as években egy csapatnyi cserkész látogatott el a ma már Boy Scout Lane nevet viselő út mentén húzódó erdőbe, táborozás céljából természetesen, ám a táborozás alatt sajnálatos módon az egész csapat az életét vesztette. Egyes elmondások szerint ez a tragédia a cserkészek vezetőjének, más elmondások szerint az őket szállító busz sofőrjének volt köszönhető, megint más elmondások szerint egy olajlámpa okozta erdőtűz végzett a csapattal, ám a lényeg, hogy az állítások szerint az ott elhunyt cserkészek szellemei mind a mai napig az út mentén kísértenek. Többen is állítják, hogy fura hangokat hallanak, illetve fura fényeket, kísérteties buszokat meg alakokat látnak a környéken, sőt egyes elmondások szerint az úton haladó autósok járművein gyerekeknek a kézlenyomatai jelennek meg. 4. B3212. Következő útunk ismét Angliában található, méghozzá Devon megyei Dartmoorban, ahol ha minden igaz alapból történnek furcsaságok, ott vannak például a dartmoori bestiák, de mi most a B3212 névre keresztelt úttal fogunk foglalkozni. Egyes beszámolók szerint az úton haladó autósokkal több alkalommal is előfordult, illetve előfordul, hogy valami vagy valamik átveszik az irányítást az autók felett, majd egyszerűen lesodorják a járműveket az útról. Szerencsére ezeknek a baleseteknek a nagy része sérülésmentesen végződik, ám a történelem során előfordultak már halálesetek is. Érdekesség, hogy többen is állították, hogy az autójuk vagy motorjuk kormányát láthatatlan kezek ragadták meg, és lényegében azok próbálták meg letaszítani a járműveiket az útról. Mondjuk ezek a kezek az állítások szerint nem mindig láthatatlanok, ugyanis arról is számoltak már be, hogy látták ezeket a kezeket, így az emberek szőrös kezeknek nevezték el ezt a mondjuk azt furcsa jelenséget. Minden esetre, ha valaki arra felé vezet, az legyen óvatos. 3. Clinton Road. Az Amerikai Egyesült Államok nem akar kifogyni a kísértett járta helyekből, és ezzel együtt az utakból sem, így látogassunk is el New Jersey államba, ahol található egy Clinton Road nevet viselő utacska, ahol annyi paranormális dolog történik, hogy rendesen kirázott tőle a hideg. Egyes elmondások szerint időnként kísértett járművek jelennek meg az úton, amelyek üldözőbe veszik az arra járókat, majd egyszer csak eltűnnek, számoltak már be egy az úton felbukkanó nagyméretű démoni kutyáról, sőt rengeteg féle fajta más állattal vagy azok szellemeivel való találkozásokról is, de egyes történetekben szerepelnek például boszorkányok, földönkívüliek és egyéb természetfeletti lények is.
Talán a legismertebb kísértet egy kisfiúnak a szelleme, aki a legenda szerint az út egyik hídja alatt rejtőzik, és aki az állítások szerint visszadobálja az arra járók által patakba haigált apró pénzeket. Mondjuk a képet tekintve ez nem mindig jön neki össze. Lényeg a lényeg, a Clinton Road és annak környéke bővelkedik a paranormális dolgokban. Második, Blood Alley. Az Amerikai Egyesült Államok Arizona államában található egy országút, legalábbis annak egy része, méghozzá a 93-as országút, amit az emberek az ott történt, illetve történő borzalmaknak köszönhetően Blood Alley-nek, vagyis véres sikátornak neveznek. Ha minden igaz, a sivatagos területet átszelő autóúton meglehetősen sok baleset történt, illetve történik, ez már önmagában is különleges lehet, ám ezek mellett még kísértetek is felbukkannak az említett útszakaszon. Mivel előfordul, hogy az út egyes pontjain még térerő sincs, ezért az ember még inkább elzárva érezheti magát a világtól, és ha még ilyenkor összefut az ember egy kísértettel, hát az csodálatos lehet. Egy család elmondása szerint ők egy alkalommal egy cowboy ruhát viselő úton álló szellemébe futottak bele, aki egy meglehetősen régi Harley mellett állt, és aki épp olyan gyorsan tűnt el, mint ahogy felbukkant. Első, Tuen Mun. Látogassunk el Hongkongba, ahol van egy út, vagy autópálya, név szerint a Tuen Mun út, vagy autópálya, ahol az elmondások szerint kimagaslóan sok autóbaleset történik, ami akár az útviszonyoknak, vagy éppen a nem megfelelően vezető sofőröknek is köszönhető lenne, ám sokak szerint és ezek között a baleseteket szenvedők, vagy azok egy része szerint is, itt egészen másról van szó. Az állítások szerint a rengeteg baleset az úton tevékenykedő kísérteteknek köszönhető, akik váratlanul ugrálnak be az arra járó autósok elé, és akik miatt számos halálos baleset történik. Egy ilyen baleset történt 2003. júliusában is, amikor egy teherautó egy busszal ütközött, sajnálatos módon a balesetnek 21 áldozata volt, ám a legfurcsább, hogy a szemtanúk állítása szerint ők látták az állítólagos kísérteteket a baleset pillanatában. Köszönöm, hogy velem tartottatok, remélem tetszett a videó. Ha ez így van, akkor kérlek lájkoljátok, osszátok, és persze iratkozzatok fel a csatornára. Én Geri voltam, maradok és leszek. Sziasztok!